Feladatot kaptam, srácok! Az XL Magyarország küldött nekem egy pakkot, és a mai videóban ezt fogjuk megnézni. Na nézzük, mit kaptam. Elvileg, úgy tudom, itt van egy XL-es Just Connect-es papír, QR kódokkal az applikációnak, meg ilyenek. Ugye, hogyha valaki nem tudna, hogy mi az az XL, ugye ők hálózati termékekbe utaznak, főleg ilyen KKV, tehát a mikro, kis és középvállalkozásoknak, viszont annyira egyszerűek is jók a termékeik, hogyha ilyen hálózati fetisiszták vagytok, akkor amúgy otthon is tudjátok használni, mert nagyon egyszerűen működnek. Az otthonit azt úgy tudom elképzelni, nagy családi ház, gyerekek külön szobában vannak, kell oda menet, és akkor felrakjátok az access pointokat. Itt is van, amúgy, ha már említettem, két darab access point, ezek ilyen AX-esek, ezeket mindjárt megnézzük, illetve most hát ilyen access pointról már csináltam sokkal régebben videót, viszont akkor az appon volt a hangsúly, de arról is beszélünk ma. Viszont itt van most egy ilyen Ethernet switch is, ezt is meg fogjuk nézni. Kezdjünk az access pointokkal, mert ez egy sokkal érdekesebb és egy sokkal elterjedtebb dolog, hiszen azt egy sima routerre, otthoni routerre is el tudjátok kötni, csak egy Ethernet kábel kell neki, és utána felokosítjátok, vagy a böngészőből elérhető Nebula verzióval, vagy az appal. Érdekes ez a Nebula név, amúgy magának az alkalmazásnak és ennek az egész felületek, és sokkal gondolkoztam, hogy ez honnan jöhetett nekik, majd ma reggel így beugrott, hogy ők már amúgy tovább léptek ezen, és nem azzal mennek, hogy felhő így, felhő úgy, hanem vágjátok van a Nebula csillagköd. Tehát az egy kicsit nagyobb. De mindegy, ez csak egy érdekesség, én ezen gondolkoztam. Lássuk csak, itt van az access point, ami amúgy ekkora, tehát ez így semmi. Marha jól néz ki. Itt van neki a hálózati csatlakozó, ez nem poés, tehát nem az Ethernet kábelről kapja az áramot is, illetve a konzolnak egy ilyen tartó, ez ennyi az egész. Érdekessége amúgy az access pointokkal kapcsolatban, ezt az XL-es úriember árult el nekem, én ezt nem is tudtam, hogy amikor installáljátok, akkor nagyon muszáj figyelni, hogy a legjobb helyzet neki ez a plafon, ugyanis egy ilyen fánk alakba küldi a wifi-re. Tehát középen nem nagyon lesz neki, viszont körbe, tehát ilyen fánk alakba így szólja. Ezért, hogyha esetleg a falra rakjátok így, akkor oda kell figyelni, mert hogyha ebbe a síkba van, akkor nem nagyon lesz, vagy nem lesz olyan jó a jeletek, úgyhogy erre majd figyeljetek oda. Ez egy ilyen kis érdekesség volt, ez így nagyon megragad bennem. Illetve leszögezem még a videó elé, hogy abszolút nem vagyok hálózati szakértő, nagyon minimálisan értek hozzá. Én ezt már mondtam nektek egy előző videóban is, hogy én csak addig foglalkozok hálózati eszközökkel, amíg be kell indítani őket, tehát hogy működjön, aztán csak akkor nyúlok hozzá, hogyha valami nem jó. Úgyhogy ez tényleg egy érdekes kihívás lesz, hogy be tudom-e installálni én magam. Illetve lesz itt hozzá egy konzol, amit a mai napon nem fogunk használni, és itt van hozzá az áram forrásunk, ami egy ilyen átalakítós megoldás, ez marha jó, ezt nagyon szeretem, mert ilyenkor nem a boltoknak kell kipótolni az EU-s szabvány szerint, hanem itt van a, azt hiszem ez brit, ha jól tudom, és itt van hozzá a magyar, illetve kapunk hozzá amúgy tiplit és csavart is, ez tök menő. Tehát full ready a pak arra, hogy föltegyétek a falra. Amúgy meg érdekesség van, mert egy ilyen quick installation így belül, tehát hogy nincs még egy plusz papír, tök jó. Kimondtam a másikat is, ez azért fog kelni, mert van egy ilyen QR kód, és én a Nebula appal akarom majd hozzáadni az én kis hálózatomhoz. Maguk ezek az access pointok amúgy AX-esek, 1800 MB per szekundummal küldik nektek a Wi-Fi jelet. 2,4 GHz-en és 5 GHz-en is tudják küldeni a Wi-Fit, illetve 1 gigabites LAN-porttal rendelkeznek. Illetve ami nekem tetszik, hogy ezek azért éjjel-nappal mennek, hogy nézzétek meg, hogy ilyen lukacsos felületet kapott, tehát hogy a hőt azt azért ki tudja engedni, nem marad meg bent a dobozkájában, és ezáltal az élettartama sokkal jobb lesz. Illetve a mi access pointot én néztem, az még egy kicsit nagyobb volt, látom, hogy az XL méretekben azért így rendesen összement. Hopp, illetve most nézem, hogy ide van eldugva a resetkomb. Ez reméljük nem kell soha használni. Na nézzük ezt az Ethernet switchet, ilyennel még abszolút nem volt dolgom. Üha. Ez poés amúgy, de szerintem nem azzal fogjuk most használni, hanem van hozzá rendes EU-s hálózati csatlakozó, van hozzá, ez gondolom, tappancs, tehát föl is lehet fúrni, meg van hozzá ilyen ragasztó, ez nagyon jó, XL warranty card, meg ilyenek, és nézzük magát, mekkora ez a cucc. Na ez már, tehát egy ilyen otthonra már nektek nem feltétlenül kell, viszont ugye vállalkozásban, hogyha esetleg nem csak access pointot akartok kiépíteni, hanem kábelesen is ki akartok húzni több helyre netet, azért ez az eszköz
Morden alkalmas rá. Összegyűjtöttem egy csomó technikai adatot, viszont a videó szempontjából rohadt unalmas lenne, hogyha ezt most elkezdeném mondani nektek. Ha titeket érdekel, akkor fogok a leírásba tenni linket, utána tudtok nézni. De nem kell tőle megijedni, nézzük mennyire egyszerű ezt bekonfigurálni. Összeszetapoltam, itt már látszik a routeren, hogy ready minden, világít. Illetve összedugtam, és az access pointok is ezen a narancs-zöld fénnyel villognak, ami azt jelenti, hogy készen állnak. Fun fact, az access pointokhoz nem járt Ethernet kábel, úgyhogy azt majd szerezzetek be, hogyha esetleg vesztek egy ilyet. Ezt a többi cuccból nyúltam le, amit a TechWise-os Dani szerelt, ahhoz mind járt, ezekhez nem járt, de hát így fért el a csomagolásba, illetve ez nem egy nagy tétel, szóval még lehet, hogy jobban is jártok, mert ha meg olyan helyre teszitek be, akkor úgyis be kell kötni neki hosszabbat, úgyhogy lehet, hogy felesleges is adniuk hozzá, nem? Na, nézzük az applikációt, ezt tudjátok amúgy a Nebula Cloudon is csatlakoztatni, viszont ez nagyon 2000-es évek, hogy a böngészet használjuk. Nézzük az applikációt. Nekem már van accountom, hiszen kb. Egy-másfél évvel ezelőtt már csináltam egy ilyen Zixel videót, viszont nyilván az első lépésetek az, hogy regisztráltok egy fiókot. Amit láttok itt rögtön a képernyőn, az, hogy kér egy organizationt, ami lehet a cégetek neve, nem tudom, Kisvirág BT vagy valami. Mi csinálunk egy IPON Studio New, mert azt még a régi stúdióban csináltuk, és mondjuk a site név az legyen az asztal, hiszen most az asztalra setupoltuk mindent, Hungary, óra, a többi megfelel, és akkor create. Ugye a site name az lehet az, hogy mondjuk a raktárba raksz egy ilyen access pointot, az emeletre, az irodába, tehát ezt mind el tudod nevezni. Na most rögtön kér egy kamera hozzáférést, amit mi engedélyezünk neki, és egy nagyon egyszerű QR-kód szkenneléssel hozzáadjuk az eszközöket, amiket mi használni akarunk. 2, 3, elnézést a kábeljumbiért. Next. Itt látjuk, hogy egy switchünk és két darab access pointunk van. Ezt mondom, természetesen manuálisan is hozzá tudjátok adni, de szerintem ez a lehető legegyszerűbb a világon. De ez még olyan embereknek is jól jöhet, akik ezzel foglalkoznak, hogy kiépítenek, és aztán még nem foglalkoztak Zixellel, tehát csak egy applikáció, és csá, ennyi az egész. If new firmware is available, igen, tehát látjátok, rögtön fel is dobja, hogyha van új firmware, akkor tudjátok installálni. Mi most ezt kihagyjuk, jó, hogy haladjunk a videóval. Csak érdemes lefrissíteni a firmware, fiúk, lányok, beleszaladtam elég rendesen. Az Xcel amúgy híres ezekről a biztonsági megoldásairól, és ha nem megfelel a firmware, akkor kicsit lassabb lesz a setup. Ez az én hibám, ki akartam hagyni, hogy gyorsítsam a videót. Tegyétek meg, jó, rögtön felkínálja az alkalmazásba, frissítsétek le. Ez a legújabb security védelem, ez muszáj neki, én kihagytam, úgyhogy végül is ezt manuálisan meg kell tennem, amit szintén így meg tudtad tenni, az abban írja, hogy nem jó. Viszont, mint láthatjátok, most már írja, hogy van 3 online eszközöm, 2 wired, ugye az access pointok rádugva, és mindjárt rámegyek itt a device-okra, és az egyikre már rá vagyok csatlakozva amúgy, és ott már látunk itt az alkalmazáson belül is forgalmat, connection, indikátor, van egy ilyen ledes, látjátok? Villog ilyen lilán, tehát hogyha van mondjuk 50 access pointotok ha van 50 access pointotok felszerelve, és nektek egyet kell cserélni, vagy egyet kell upgrade-elni, akkor neki meg tudjátok keresni a helyét, ez így villog. Iszonyatosan jól és egyszerűen működik ez az alkalmazás. Igen, még ez is ír, hogy még lehetne feljebb rakni ezt a firmware-t, mert később azt megcsinálom, de most már nem akarok firmware-rel foglalkozni. Illetve van neki location map, ahol meg tudjátok nézni, hogy hol van pontosan még a helye, a klientek pedig itt látszódnak, hogy ki van rácsatlakozva, nagyon jól működik, írja ott a Polpovert is, és én jelenleg ennyibe hagynám ezt az alkalmazás részét, szerintem itt több mindent nem akarok átnézni, ugye még annyit megmutatok nektek, hogy nem csalás és nem ábítás, ugye ott van a Nebula Test Studio wifi, amit létrehoztam, és ott van a speed test, futtunk egy speed testet, csak hogy lássátok, hogy tényleg arról vagyok rácsatlakozva, és frankón megy. Ott is van, nyomatja neki. Ugye ilyen szempontból előnybe vagytok, hogyha AX-es mondjuk az ilyen mobil eszközötök is, mert akkor ki tudjátok használni teljesen. Tehát ez az 500 megás letöltés, és 312 upload, ez egész jó, és ez csak az egyik volt, és ebből el tudtok helyezni egy csomót. Fiúk, lányok, az alkalmazás rész szerintem ennyi, iszonyatosan átlátható, nagyon jó kezelhető, zsebedből lövesz az eszközt, és működik, viszont természetesen amúgy itt van a
webes felület, és azt mondtam, hogy ebben most nem rágjuk bele magunkat annyira, én az alkalmazásra szerettem volna koncentrálni, de ugyanígy látszik minden, mennyi online, mennyi offline eszközöd van, ugyanúgy tudjátok nézni a site-okat, az organizationöket, annyi, hogy itt egy picit átláthatóbb, hogy ki milyen doménről van éppen, vagy milyen oldalt nézeget, ezt nyilván, hogyha le kell tiltani, akkor le kell tiltani, meg itt egy kicsit jobban te se tudjátok szabni a dolgokat, ami például az alkalmazásban nincsen, tehát, hogy ilyen IP-ket, meg hasonlókat nézni, de mint mondtam, nem vagyok hálózati szakértő, és csak így hagyom nektek. Összességében ezen a kábel dzsungelen kívül nagyon egyszerű volt installálni, bedugtál mindent a helyére, QR kóddal hozzáadtad, ez csillagos ötös az XR részéről, én ilyen easy installációt egyszerűen máshol még nem láttam. A kezelőfelület nagyon felhasználóbarát, jól néz ki az applikáció, nem tudsz benne elkeveredni, minden fontos opció benne van, így hogyha nem akartok foglalkozni a böngészős részével, akkor egy abból tényleg megoldható az egész. Az XR ezeket főleg mikro, kis és középvállalkozásoknak ajánlja. Én amúgy megmondom őszintén, hogy annyira tetszett, hogyha egy nagyobb házban lakok, több gyerek van, mondtam a videó elején, és szobába kell egy access point csak a wifi-nek, mert nekik most már lassan csak elég a wifi, akkor oda is egy jó megoldás. Árba abszolút nem olyan vészesek, ahogy én utána néztem. Illetve a videó elején említettem, hogy nem vagyok hálózati szakértő, úgyhogy mindenről lesz pontos leírás, akit esetleg bővebben érdekel ez a téma. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az XL-nek ezt a kihívást, én nagyon élveztem. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, jöhetnek a kommentek, ti milyen otthoni ilyen eszközöket használtok. Ha pedig mikro, kis és középvállalkozások vagytok, akkor írjátok meg nekünk, hogy befizetnétek egy ilyen szetre. ipon.hu